Szép napot kívánok mindenkinek! A mai vendégemről következőket lehet mondani, bár őt nem kell bemutatni, de 50 éves pályafutása során egész ország szívébe zárta, és tele van energiával. Esztergályos Cecília. Csókollak. Jászai Mari Díjas, érdemes, kiváló művész. És hagyd is abba. Ennyi, nem? Ennyi hát köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm, hogy meghívtatok. De mi van a Magdolnával? Esztergályos Cecília, Magdolna Mária. Magdolna Mária. Hát mi lenne? És miért Cecília maradt meg? Hát mert a nagymamám Cecília volt, nagynéném Cecília volt, és így lettem én is Cecília. De melyik név áll igazán közelebb hozzád? Cecília. Cecília. Persze. Amikor kicsi voltam, akkor nem szerettem, mert az a Cecília. De sok C betű van benne. Nem, hanem töpörtyű voltam, és akkor olyan Cecília az olyan zengzetes hang. De Cili, az meg ugye voltak a Cili regények, igen, hogy a kis szeleburdi, de az vagyok, voltam. De a szemed mindig mosolyog. Hát azért mosolyog, mert például te is kedves ember vagy, és szeretettel nézel rám. Így ha illeám, akkor nem mosolyognak. Mi a titkod? Ez most egy nagy riporteri bravúr, ilyen bravúr, kérdés ez föltenné. Ez egy bravúr, én ugye? Gratulálnék. Köszönöm neked. Szépen. Mi, honnan jön ez a sok energia? Jó Istentől. Jó Istentől? Igen. De. Így. Így. De nehogy azt hitt, nem, nem meditálsz, nem hát hogy nem meditálnék éjszakákon át? Hát dehogy nem. Hát nem úgy vagyok én, hogy lejöttem a fáról, és ha-ha, sála eldakává. Ha ilyen a szerep, akkor igen. Igen? Most eltörtem a karomat, nem baj, van másik. Hát így, ahogy ütöttem egyet, kész, ennyi. Mert inhüvelygyulladásom van, de az is nagyon de mitől? Jó. Mitől? Mitől? Nem, a koromtól. Igen? Ne lent csináljatok rólam képet, hanem fönt, mert akkor az szép volt, csak mindig a tokám szép. Látszik. De nem. Hát szeretném megdicsérni a sminkes, tüneményes itt, a FMH, igen, nem tudom, hogy mondják. FM3 kaféba, és a fodrászt is. Hát ilyen gyönyörű utoljára 30 jó, de belőled könnyű szép, hát ez szép nagyon vagy eleve. Köszön. Hát érdemes ide jönni. A festészet mit ad neked? Festészet? Menjük rá a színészetre. Igen, mi atya, mindent. Hát a kerámia, hát leülsz, és valamit alkotsz, így mondanám, hogy alkotsz, akkor az egy őrületes dolog, hogy ez tud kijönni belőlem. Tehát, hogyha én egy agyagot látok, egy picike kis anyagot látok, akkor nem én vagyok olyan csodálatos, így ránézel, és rögtön látod, hogy mi van benne. Hát ugyanígy a vászló. Anyag maga mondja el? Aj, vagy persze. A te lelki állapotod abban a pillanatban? Minden. Nem szoktam megfejteni, mert mire megfejtem, addigra rossz kedvem lesz. Nem. Ránézel, és már nyomod is. És kijön belőle az, amit szeretnél látni. De ez nem művészet, tehát a képzőművészek nehogy féljenek, hogy én... Tehát a művészet, ez nem hát, iskolában egyáltalán... képződik, hát az de innen jön. Nem szeretem mondani, nincs végzettségem, és beállok más helyet, aki gyönyörűen dolgozik. Jó, de hát valaki... Minden nagy örömömre van, ami én belőlem... Jó, de hát azért vagyunk, nem? Hát öröm a lényeg. Igen. Hát a művészet, vagy a tévében szerepel az ember, vagy zenél, vagy szobrász, vagy bármi, az arról szól, hogy öröm. Így van. Anélkül semmi értelme. Nincs. A muszáj az borzasztó. De a színház is ilyen. Na, pont ezt akartam mondani. Na, látod, hogy hát, érzem, hogy mit akarsz mondani? Így van, na, akkor mondjad. Nem, akkor ott ülnék. Az, amikor nem festettél, és akkor szerepeket játszottál, és igen, amikor elkezdted festeni, igen, akkor az adott valami pluszt neked? Tehát, na persze, hogy az lettél? Is én vagyok. Hát nem, hát mindig én vagyok magamban, és örülök neki, hogy ki tudok hozni magamból még, és még, és még. Hát gondolom, hogy még, hogyha jó Isten engedi, akkor sokáig szeretném boldogítani az embereket, meg magamat. Akkor miért vetted meg a sírhelyet? Azt olvastam, hogy megvetted azért, a sírhelyet. Azért, hogy ne legyen gopád 2004-ben. De miért? Hát mert azért, mert nem akarom, hogy azt mondják, hogy ja, de így mondom finoman és szépen, hogy
Jaj, és szegény, meghalt. Most nehogy valaki kinyitja, és mondta, meghaltam én. És akkor, én jelentem benne, hogy mások. Nem. És akkor az van, hogy Úristen, most már nagyon drága a temetés, meg drága az égetés. Erről senkinek nem kell gondoskodni, családomnak. És te miért nem elkezdtél? Tehát, hogy legyen? Úgy, hogy megszűnt, voltam kitüntetve, de ezzel elmegy az idő, tehát az érdemes művészséggel járt régen, igen, amikor megkaptam 82-ben, hogy 3%-os kedvezmény, hogy mondják ezt a fizetésnél? Nem tudom, 3%-os kedvezmény, adókedvezmény. Adókedvezmény, értem. És ingyen eltemették az embert a farkasréten. És amikor jött a rendszerváltás, akkor ezt megszüntették. De a 3%-os adókedvezmény... Az megmaradt? Megkaptam szombaton vagy vasárnap a érdemes művészi díjat, és hétfőn eltörölték a 3%-os kedvezményt. Úgyhogy nem érvezte. Csapás a csapás hátán. Nem. De az érdemes művésznek lenni azért önmagában, hogy rá. Nagyon, hogyne, akkor előbbre engednek a sorba. Lehet, hogy nem jó a kérdés, de akkor nem, mert valamit csinál. Akkor azt mondod, hogy hülyeséget kérdeztem, jó? Tehát fel vagy hatalmazva nyugodtan. Mondjad. Tehát mert én hosszú ideig pályáján van, egy 50 hosszú, év az hát nagyon az még hosszú. Semmi. Dehogy hosszú. De, nem hosszú. Hát, én nekem az első diplomám 60. augusztus 21-től, idősebbek abba hagyhatják, voltam szerződésben a Pécsi Balett, mint szólótáncosa, de a diplomát 61-ben kaptam, mert akkor érettségiztem. Tehát 61, mikor volt? Hát 56 évvel ezelőtt, édesem. Na jó. De ez a színész, ez egy más univerzum. Igen, gondolom. Az 68-tól vagyok hivatásos színész. Igen? Mert azt is elvégeztem, mint tudjuk. Igen. Igen. Na jó, mehetünk tovább. Igen, de a színészetben minden belefér, a festészet, a kerámia. De nem sokkal be az ember? Nem lehet, hogy már besokkaltam már. Mi? Nem? Miért? Mi az, hogy besokkal? Hát mert van egy étel, finom falat, és abban egyet azunk nagyon finom. De bucika, hát minden... úgy kell csinálni, hogy még étvágya legyen, hogy még evés közben hagyja abba azt mondja, befejeztem, mert ő telítve van, de azzal nem kell foglalkozni. Aki telítve van, menjen haza. Aki kívánja az életet, azzal kell foglalkozni. Nekem meg, ami meg van írva, azt elmondom a színpadon úgy, hogy utána még bejönnek a többi előadásra. De azon gondolkodom, hogy például első színdarabod, és 50 év után ugyanazt játszol újra. Dehogy ugyanazt, hanem nem figyelsz, hanem Móricz Zsigmondnak a Csibéje volt 1968-ban. Így van. Az 49 évvel ezelőtt, de mondjuk azt, hogy 50, és most Móricz Zsigmondnak a Sári bírója. Igen. Hát ez egy meglett asszony, aki 33 éve vezeti a férjé, vége van a műsornak? De abban szólok. Jó. Hogy 33 éve vezeti, ez a Új Színházban van, igen, most volt a bemutatója, és én vagyok a Sári bíró, és Jászai Laci a Sári bíró. Én a Sári bíró né vagyok, de 33 éve én vezetem a férjemet, hogy maradjon meg bírónak. Most leváltják, de aztán majd visszaváltják, hogy nem, Móricz Zsigmondot imádom, hát, imádom. De nem lehet nem imádni. Igen. Van kedvenc szereped, amire azt mondod, hogy most? Az volt a hát eddigi hát dolgok. Eddigi a Petruska, ja Petruska, ruszki cselló még volt. Ezek szétment a mikrofon, bocsánat. Hogy A kezedet meg inhüvegyulladás féltem. Mindenemben van gyulladva, nem baj, majd ezt megoperáltatom nyáron. Mert akkor csak forgatni fogok, és akkor a gipszel lehet nyugodtan. Tehát a Petruska volt, a Miss Arizona volt, a Bal négyes páholy volt, mit mondjak neked, most a Sári bíró, a Nem életek puzsik, rengeteg, Mici néni, két élete, ez a József Attila színházba megy most már 5 éve.
Na most van vége a műsornak. Hát akkor gyerekek, hát akkor mindenkinek kellemes húsvéti ünnepet és kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek, ha addig nem jönnék. Sokszor csókollak benneteket, gyertek színházba. Nagyon szépen köszönöm. Még beszélgessünk itt. Eljössz, ugye még egyszer? Eljössz. Hát persze, hát, hogy eljövök, de nem ilyen rövid időre. Nem. Tudod, mennyit utaztam? Másfél órát utaztam idáig, és mégis mosolygok. Köszönöm. Csók, puszi. Puszi.